Biztonságosabb közlekedés, a nagyforgalom miatt tovább működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla körút Paragvári utca kereszteződésében. Új utcanevek, a lakcímkártyákat illetékmentesen kicserélik az új típusú kormányablakokban és az okmányirodában. Hercegnők és szuperhősök, itt van a farsangi bálok mulatságok időszaka, a gyerekek szívesen bújnak valamelyik állat vagy mesehős bőrébe. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Hosszabb ideig működik a jelzőlámpa a Bartók Béla körút Paragvári utca kereszteződésben, erről határozott legutóbbi ülésén a közgyűlés. A tervek szerint a vakok és gyengéllátók átkelését segítő eszközöket is felszerelnek a kereszteződésekben. Szombathelyen 30 kereszteződésben jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ebből 12 városi tulajdonú. Ezeknek az üzemben tartását, karbantartását a többihez hasonlóan egy együttműködési megállapodás keretében a Magyar Közút végzi. Erről a szerződésről is tárgyalt legutóbbi ülésén a közgyűlés. E felülvizsgálat következménye az, hogy megállapításra került, hogy egyes csomópontokban szükséges egyébként a működési idő hosszabbítása, ilyen például a Bartók Béla Ronci út keresztődése is, ahol megállapításra került az, hogy ezen működési idő, tehát amikor a lámpa a jelzéseket adja, nem pedig sárgán villog, ez hosszabbításra kerüljön, hiszen a forgalom később időpontban is nagyobb. Mostantól hétköznap este 9 óráig, hétvégén és ünnepnapokon este 7 óráig működnek majd itt a jelzőlámpák. A közgyűlés döntött arról is, hogy egyes gyalogátkelőhelyek esetében megvizsgálják a vakok és gyengéllátókat segítő jelzőrendszer elhelyezésének lehetőségét. Várhatóan egy hónap múlva születik javaslat arról, mely kereszteződésekbe szerelnének fel ilyen berendezést. A tervek szerint nem ez lesz az egyetlen fejlesztés a jövőben. A Petőfi Sándor utcában ledes lámpafejcserék várhatók ebben az évben. A Rumi út elkerülő körforgalomban új program kerül beépítésre még februárban, ezáltal gyorsabb lesz a forgalom lefolyása. A Zanati út Puskás-Tivadar utca kereszteződésébe épülő új csomópont munkálatait várhatóan a nyáron kezdik a szakemberek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedésben. Új utcanevekről döntött legutóbbi ülésén a város képviselőtestülete. Erre azért volt szükség, hogy az újonnan kialakított telkekre és az ott épülő lakóházakra kiadhassák a használatba vételi engedélyeket. Megváltozott továbbá a II. János Pál pápa körút neve. Közművesített telkek sorakoznak az Újvilág utca mellett, némelyiken már az építkezés is elkezdődött. A meglévővel párhuzamosan egy új utca jön létre, ami a közgyűlés döntése nyomán Ország László szombathelyi születésű nyelvész, szótáríró nevét viseli. A külső Nárai út környékén lévő egyik utcát Picegének keresztelték, utalva a terület régies elnevezésére. A Jókai Park környékén Bújtor Margit szombathelyi származású teniszezőről, Újperinten pedig Tóth István festőművészről neveztek el újonnan egy-egy utcát. Mindig törekszünk arra, hogy az utcanév elnevezése az valamilyen módon Szombathelyhez legyen köthető, és hogy egyébként Szombathelyen belül az utca elhelyezkedése szerinti szűkebb környezethez is még inkább kötődő elnevezést tudunk tenni, akkor erre teszünk javaslatot. Az elnevezéseket azt tette szükségessé, hogy használatba vételi engedélyt csak a házszám ismeretében lehet kiadni, házszámot pedig csak meglévő közterülethez tudnak hozzárendelni. Tavaly szentté avatták II. János Pál pápát, ezért az Oladi dombon róla elnevezett utca nevét ennek megfelelően Szent II. János Pál pápa körútra módosították. Több mint 300-an laknak itt, számukra a névváltozás nem jelent plusz költséget. Illetékmentesen történik a lakcímkártyák cseréje, és folyamatosan dolgozzuk föl. Mihest hivatalosan értesítést kapunk mi is az utcanevek változásáról. Annyit azért még tudni érdemes, hogy a lakcímkártyán kívül, tehát akinek gépjárműve van, úgy is tudja, hogy a forgalmi engedélyekben is szerepelnek a lakcímek. Ha esetleg ez is ilyen utcanévváltozással érintett, akkor természetesen ezeket is hivatalból illetékmentesen cseréljük. Az okmányokat a Hollánernő utcai és a Vasút utcai új típusú kormányablakban, valamint az okmányirodában lehet cseréltetni. Látogatási tilalmat rendeltek el a Markusovszki kórházban. Újabb gyalogátkelőhelyek kaptak extra megvilágítást.
A 17. századi étkezési szokásokról szól Benda Borbála a legújabb könyve. Tovább mélyül Felsőőr és Szombathely kapcsolata. Rövid hírekkel folytatjuk. Az influenza járvány miatt február 4-től visszavonásig teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Markusovszki kórházban. Ez az intézmény valamennyi osztályát, így a huszáruti részlegét is érinti. Újabb gyalogátkelőhelyek kaptak már messziről könnyen észrevehető megvilágítást Szombathelyen. Ennek köszönhetően a gyalogosok és az autósok is biztonságosabban közelíthetik meg sötétedés után többek között a Rohonci, a Paragvári és a Petőfi Sándor utcai zebrákat. A munkálatok költségeit az önkormányzat finanszírozta a 500 000 forintos út- és járdafelújítási programból. A szakemberek a napokban ellenőrzik a lámpák fényerősségét, ahol szükséges, még állítanak rajtuk. Az étkezési szokások szoros összefüggésben állnak a társadalmi és civilizációs változásokkal. Ez derül ki Benda Borbála Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a Kora újkorban című könyvéből. Az író a 17. századi konyhákba és sütőházakba kalauzolja az olvasót, és betekintést enged az akkori díszítési, terítési divatba is. A könyv a Vas megyei levéltár kiadványsorozatának 6. köteteként jelent meg. Együttműködési megállapodást kötött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ. A két szervezet célja a határon átnyúló ifjúsági kulturális kapcsolatok támogatása, művészeti, oktatási és közművelődési programok szervezése. Az együttműködés a pályázati források megszerzésében is előnyt jelenthet. Szombathely és Óbervárt idén ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 25 éves jubileumát. Hercegnők és szuperhősök járnak óvodába ezekben a napokban Szombathelyen. Itt van a farsangi bálok, mulatságok időszaka, amely nagy élményt jelent a kisgyerekek számára. Sokan már hónapokkal ezelőtt kitalálták, milyen jelmezbe bújnának szívesen. Pillangó, királykisasszony, gepárd és tűzoltó is táncolt a Benczúr Gyula óvoda farsangján, igazi báli hangulat kerekedett a csoportokban. A legnépszerűbb jelmezek évek óta ugyanazok, a legtöbb gyerek kedvenc állata vagy mesehőse bőrébe bújt. Tündér, Elza, Csingiling, Jesse. Pinkie Pie. Az óviban rendhagyó módon 3 napon át tart a farsangi mulatság sok játékkal, tánccal, zenével. A termeket feldíszítették, a szülők házi süteményt sütöttek az alkalomra, a gyerekek pedig saját CD-t is hozhattak kedvenc dalaikkal, ezt hallgatták a többiekkel együtt. A csoportok már előre készültek a maskarás programra. Már előző héten ráhangolódtunk a farsangra, a gyerekeknek elmeséltünk a farsangi szokásokat, néphagyományokat, együtt sütöttünk farsangi fánkot, ezt a gyerekek megkóstolhatták, utána pedig a Jancsi bohócot, különböző állarcokat készítettünk. Cseréljünk, adjál nekem egy borjat, én meg odaadom neked ezt az egeret. Nem csak a gyerekek, az óvónők is beöltöztek, közösen adták elő a Furulyás Palkó című magyar népmesét. A legtöbb óvodában, iskolában a következő héten is tartanak még a farsangi mulatságok. A farsang hamvazó szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Magyarország 2008-ban a Vasi megyeszékhely tavaly csatlakozott a Házasság hete rendezvénysorozathoz. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára. Szombathelyen tavaly több mint 300-an mondták ki a boldogító igent. Csak nem 100-zal több gyermek született tavaly Szombathelyen, mint az azt megelőző esztendőben. Bár a Magyar Tudományos Akadémia minden évben bővíti a magyar utónév szótárt, a tapasztalatok szerint a klasszikus nevek a legnépszerűbbek. A kislányokat szívesen nevezik Annának vagy Hannának, a fiúk pedig a legtöbbször a Bence, a Gergő vagy az Ádám nevet kapják. Ha valaki különleges nevet szeretne adni gyermekének, kérvényeznie kell. Erről beszélt az anyakönyvvezető Szombathely Ma című közéleti műsorunkban. Mindig utána néznek, hogy más népcsoportokban hogyan használatos, mi az eredete,
női, férfi néve, tehát uniszex neveket nem nagyon engedélyeznek, tehát ami esetleg más népcsoportnál, mondjuk fiú név nálunk lányként, azt úgy nem igazán szokták. Az előző évhez képest több, pontosan 346 jegyes pár fogadott örökhűséget egymásnak tavaly Szombathelyen. A házasság és a család népszerűsítése a célja a Házasság hete programsorozatnak, Szombathely második alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők fontosnak tartják, hogy a Valentin ünnepkörhöz kapcsolódóan ne csak a szerelem, hanem a házasság értékére is felhívják a figyelmet. A házasságot egy nagyon fontos értéknek tartom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis merjenek az emberek elköteleződni egymás mellett, és ne csak úgy összeköltözzenek és együtt éljenek egymás mellett. Éljék meg a házasságot. Nagyon örültem neki, amikor Magyarország 2008-ban csatlakozott a házasság hete mozgalomhoz. A házastársas játék feladványain már napok óta dolgoznak a jelentkező párok. A programsorozat vasárnap szentmisével folytatódik a Jézus szíve templomban. Február 10-én a Valaki más élete című filmet nézhetik meg az érdeklődők, 12-én pedig a Horváth Boldizsár Kósa Éva orvosházaspár beszélget a házasságról a Martineum felnőtt képző akadémián. A hagyományokhoz hűen ezúttal is 6 iskola részvételével rendezték meg a játékos sportverseny diákolimpiájának városi és megyei fináléját. A várakozásoknak megfelelően a Derkovics és a Zrínyi csapata kvalifikálta magát az országos elődöntőbe. Akárcsak tavaly, idén is egy verseny keretében rendezték meg a játékos sportverseny diákolimpiájának városi és megyei döntőjét. Ennek oka az volt, hogy az erőfelmérőre kizárólag szombathelyi iskolák csapatai jelentkeztek. A Szavári Egyetemi Központ csarnokában ezúttal a Zrínyi, a Bercsényi, a Reguli, a Derkovics, a Gotthard és a Simon harcolt a továbbjutást jelentő két helyért. Azt hiszem, hogy Szombathely megyei jogú városa mindent megtesz annak érdekében, hogy a Városi Diáksportbizottságon keresztül minél több játékos formában megnyilvánuló mozgásformát diákolimpiai felmenőrendszerben, vagy csak alapszinten, hogy támogassa, és ennek megfelelően nagyon komoly versenyeket tudunk lebonyolítani. A rendezvényen minden iskola 12-12 fős csapattal vehetett részt, melyet kizárólag alsó tagozatos fiúk és lányok alkothattak. A gyerekek remekül érezték magukat az összesen 10 versenyszámból álló viadalom. A feladatok, már nagyon régóta gyakorlunk rájuk, és nagyon jól mennek már. A csapatokon látszott, hogy alaposan felkészültek a megyei döntőre. A mezőnyből a Zrínyi, a Derkovics és a Bercsényi emelkedett ki. Ez a három csapat döntött az érmes helyezésekről. Tavaly évünk elég jól sikerült, nagyon büszkék voltunk arra, hogy bejutottunk az országos döntőre, és ez nagy lökés volt számunkra ebbe az évben is. Hát novemberben elkezdtük a gyakorlásokat, és szeretnénk megismételni azt, hogy bejussunk először a területi döntőre, és onnan pedig tovább az országos döntőre. A versenyről végül a Zrínyi és a Derkovics jutott tovább, így ez a két iskola képviselheti Vas megyét a Diákolimpia területi döntőjén, melyet február 21-én rendeznek majd meg Kozármislenyben. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi 7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!